Folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, Szentkirályi Tóth Katával és József Imrével, a Katolikus Caritas munkatársaival. A bejátszóban látott felzárkózó települések kapcsán kezdtünk el beszélgetni, ahol 2017 óta van jelen a Katolikus Caritas, immár 11 jelenlét pontot működtet. Milyen volt ez a térség 2017 előtt, ha áthaladott az utazó, mit látott és mi változott azóta? Hát ez a kisfilm is nagyon jól bemutatta szerintem a változásokat, amiket a Katolikus Caritas jelenléte indított el ezekben a közösségekben és településeken. Maguk a rászoruló családok is elmondták, hogy milyen segítségnyújtást kaptak. Tehát, hogyha valaki végiggurult egy autóval ezen a településen, akkor omladozó tűzfalakat, oromfalakat látott, ablaktalan házakat, és hát úgy, hogy nagyon nincsen közösségi élet a településen. Ezt azért lehet élezni, hogyha valaki végigmegy egy településen, hogy ott történik-e valami, zajlik-e valami, vagy pedig nem. Tehát ehhez nem is kell szakembernek lenni, hogyha az ember ezt így érezni szeretné, és ezeken a településeken ezt lehetett érezni. Most már azért vannak változások, és ez a jelenlétpont és a kollégáknak a jelenlétéből fakad, hogy nem csak a az ingatlanokon látszanak felújítások, amit minden esetben a rászorulókkal közösen csinálunk, tehát nem az ő fejük felett döntünk erről és a fejük felett csináljuk, hanem bevonjuk őket ebbe a segítségnyújtási folyamatba, és ez azért fontos, hogy ne egy kiszolgáltatott helyzet legyen, amire ráerősítünk, hanem érezzék az ő önmegbecsülésüket is abba, hogy akkor részt vennek ebbe a segítségnyújtási folyamatba, és azt hiszem ez a mosolyokban is kifejeződött. És amit még látni lehet, hogy a jelenlét pontok környékén nagy a közösségi élet. Tehát ezekben a foglalkozásokban folyamatosan részt vesznek a gyerekektől a felnőttekig, ahogy a Júli is kihangsúlyozta, fogantatástól foglalkoztatásig segítjük az ottani rászoruló embereket. Tehát a gyerekfoglalkozásokon át a tanoda jellegű programokig, a szülőklubokig folyamatos gyakorlatilag a programoknak a száma ezeken a jelenlétpontokon, és hogyha belép valaki egy ilyen jelenlétpontba, akkor érzi azt, hogy élet van. És az élet az abból fakad, hogy mindig van valaki a jelenlétponton, és mindig ott van a helyi közösség. Tehát tudják, hogy ott vagyunk, és számíthatnak ránk, és segítünk, hogyha baj van, de hogyha akkor is, hogyha egyszerűen csak valaki be akar jönni, és beszélgetni szeretne, akkor is ott vagyunk, és jelen vagyunk. Itt van az asztalon előttünk egy trófea, ami már a jelenlétpontokon végzett munkának az eredményének is tekinthető, ugyanis, ha jól tudom, beneveztetek egy innovációs versenybe, amit a Caritas Európa szervezett meg, és olyan újító módszereket keresett Európa szerte, amikkel föl lehet emelni a nehéz helyzetben élő fiatalokat elsősorban. Megmutatom ezt a trófeát a nézőknek, amihez jár egy oklevél is. A Caritas Európa Innovációs Fesztiváljának oklevele ez, elismerésként kaptátok. Tudnál nekem mesélni erről a trófeáról is, hogy mi a története? Hogyha az ember így egyből így ránéz, meg a kamerán keresztül ránéz, akkor elsőre egy fadarabot lát, de ez nem egy puszta fadarab, ennek története van. Ez a Caritas Ausztria által működtetett szociális vállalkozásban készült trófea, ahol ottani fiatalok találkozhatnak a fa megmunkálással, tehát ez egy asztalos műhely, ahol megismerkedhetnek a fának a megmunkálásának a művészetével, és ott született ez, és egy bécsi designer segített kialakítani ezeket a díjakat, trófeákat. Minden egyes projekt, aki bejutott a döntőbe, 10 projekt jutott be, mindenkinek a trófea egyedi, ami azt jelképezi, hogy minden projekt, ami szerepelni fog ebbe a döntőbe, az egyedi. És az abszolút teremtésvédelem ebbe az egész díjba pedig az, hogy ez a díj, ez egy
városi fából készült, ami egy viharban leesett, vagy ott maradt a földön, és abból munkálták meg ezt a trófát. Az oklevelet pedig a Katolikus Caritas Európának a főtitkárasszonya, Maria Niemann asszony írta alá, aki szintén ott lesz a pénteki döntőben, aki meghallgatja majd ezt a 10 projektet. Ez egy óriási elismerés, egyrészt annak a több mint 40 kollégának, be se férnének ebbe a stúdióba, hogyha itt mindenki itt lenne, és végig nem érnénk a műsoron, de legszívesebben felsorolnám az összes munkatársnak a nevét, aki részt vesz ebbe a projektben, és közvetlenül ott van a rászoruló családok mellett, de a központban is rengeteg munkatárs dolgozik ennek a programnak a koordinációján közvetlenül, és vannak közvetetlen dolgozó munkatársak is, akik ott vannak az adminisztrációban, segítenek, szóval ez egy óriási nagy csapatmunka. Azt hiszem ez a díj ennek is a megkoronázása, hogy az a munka, amit ott csinálunk, az tényleg innovatív, újszerű, és jó eszközökkel segítünk a családoknak, és szerintem az a díj egy kicsit túlmutat a Katolikus Caritasnak is a díjazásán. Ez egy nagy program, amiben más segélyszervezetek, más partnerszervezetek is részt vesznek, és szerintem ennek az egész programnak a megkoronázása is, és egy külső szemmel való megdicsérése és megkoronázása annak, hogy ez az irány, amelyben megyünk, ez jó, és nagyon jó munkát végzünk. Úgyhogy erre mindenki büszke lehet, hogy ezt a díjat megkaptuk. Szeretettel gratulálok hozzá. A nézőknek pedig elmondjuk, hogy online folytatódik a verseny, és aki szeretné megnézni, hogy miről szól ez a szakmai módszertan, amit Baranyában a Katolikus Caritas munkatársai kifejlesztettek, és már eredményeket is tudnak felmutatni, az csatlakozzon be online a február 2-án péntek délelőtt a Caritas Európa Innovációs Fesztivál élő közvetítésébe, ahol személyesen fogjátok bemutatni az építkezés lépcsőfokait gyakorlatilag. Egy másik nemzetközi esemény is zajlik majd a jövő héten a Caritas házatáján. Mi lenne ez, Kata? Mesélj nekünk erről. Egy nemzetközi partner találkozónak lesz most a házigazdája a Katolikus Caritas itt Magyarországon. Itt elsősorban olyan más Caritas szervezetek képviselői fognak jönni, akik szintén aktívan részt vesznek így az ukrán menekültválságnak a kezelésében. És gyakorlatilag az a célunk ezzel, hogy tanuljunk egymástól, megbeszéljük, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, és hogy tényleg jobban tudjunk segíteni, és egymás tapasztalatait is tudjuk hasznosítani. Ezt a konferenciát a Caritas saját maga, tehát a Budapesti Caritas Központ szervezi, és több mint 14 ország képviselői lesznek jelen. Tehát aki nem preferálja az online jelenlétet, az offline, tehát élőben is ellátogathat ide, és részt vehet a február 6-ai konferencián, ami a háromnapos program sorozat nyitott része, ahol a szakmai munkán túl az érdeklődők és a sajtó is megismerheti az elmúlt 2 év menekültügyi eredményeit, tehát a Ukrajna számára biztosított menekültügyi segítséget hogyan tudták koordinálni a Caritas képviselői, tehát a különböző európai országok. A háború kitörése óta eltelt 2 évben, Imi, úgy gondolom, hogy te rálátsz arra a folyamatra, hogy miben változott a menekültekhez való viszonyulás, mennyiben kell másképp segíteni számukra. Hogyan látod ezt? Nyilván, mint minden egyes humanitárius válsághelyzetnek vannak elkülöníthető szakaszai, amivel szerintem mindenki szembesült. Azok a honfitársaink is, akik a médián keresztül látták ezt, hogy hogyan alakul ez a helyzet. És minden egyes humanitárius válsághelyzet egy nagy krízis helyzettel kezdődik, ami ugye elkezdődött a háború kitörése után, amikor több ezres
tízezres lélekszámban indultak el ukrán családok a szomszédos országokban, nem csak szomszédos országokban, hanem nyugat-európai országokban, egyesek a tengeren túlra is eljutottak, és akkor nyilván ez egy szomszédos országra, mint Magyarországra, ez nagy terhet ró, hiszen több tízezer ember indul meg, és érkezik meg az országba, tehát az ő azonnali ellátásuk az mindenképpen egy fontos feladat, és ez az alapvető szükségletekre reagál. Enni, inni, aludni, tovább utazni, esetleg, hogyha valaki itt marad, akkor számára szállást biztosítani. És ebbe szerintem Magyarország és a magyarországi segélyszervezetek, a Katolikus Caritas is nagyon jól vizsgázott, mert segítséget tudtunk nyújtani ennek a nagy menekült áradatnak a kezelésében. Mi az első helyzetben a segítő pontjainkkal reagáltunk, ami a határ mellett volt. Mai napig is működik Barabáson egy segítő pontunk, bár alacsonyabb kapacitással, mert ugye az újonnan érkezők száma már csökkent, és rövid távú szelszállásolással is segítettük a családokat. Nyilván egyes családok tovább utaztak, és mentek tovább Nyugat-Európa más országaiba, de voltak olyan családok, akik itt maradtak. És akkor elérkezünk egy ilyen humanitárius válsághelyzetnek egy következő szakaszába, ami már arról szól, hogy vannak családok, akik arra rendezkednek be, hogy hosszabb távon itt maradnak Magyarországon. És hogyha majd mondjuk végre beáll a béke, és a békés helyzet, akkor egy időben vissza tudnak utazni majd a szülőföldjükre, vagy pedig hosszabb távon itt szeretnének maradni Magyarországon. Itt már ugye a szolgáltatásokat is már máshogy kell szabni, aminek leginkább az a célja, hogy az ő társadalomban elindulásukat és boldogulásukat segítsük. És ugye a Katász jól említette, hogy ugye az integrációs központnak a szolgáltatásai már erre az integrációra fókuszálnak, ami a munkakeresés, a munkaerőpiacon való elindulás, de nyilván, hogyha el akarok indulni, akkor valamennyire beszélnem kell a nyelvet is, ezért meg kell tanítanunk őket magyarul, segíteni kell az ő nyelvtanulásukat, utána a munkaerőpiacon való elindulásukat is. Tehát, hogyha így változásba megyünk át, akkor most az integráció szolgáltatásaink és ezek a hosszabb távú segítségnyújtásaink, amik leginkább a fókuszban vannak, de nyilván fenntartjuk azokat a megélhetési támogatásokat is, amiket a Kata említett, hiszen vannak krízis helyzetek, amikor a családok megérkeznek hozzánk, és azonnali helyzet van, mert nem tudnak megélni, mert nincs, amit az asztalra tudnának tenni, akkor is oda kell lépnünk és segítenünk kell. Ez a Nemzetközi Caritas Partner találkozó, ez a jó tapasztalatok megosztására is kiváló alkalom lesz. Hogyan épül föl ennek a háromnapos programsorozatnak a tematikája? Te fogod össze, ha jól tudom. Te vagy a koordinátora a partner találkozónak. Egy ilyen csapatban dolgozunk, de valóban én is részt veszek a szervezési feladatokban. Ez egy háromnapos rendezvény lesz, ahogy mondtad, a keddi napnak a délelőttje az, ami nyílt lesz, de alapvetően elég sok olyan munkát tervezünk, amiben itt kizárólag mi és a szervezetek képviselői veszünk részt, hogy hatékonyan tudjuk ezt a tudásmegosztást, amit szintén említettél, így lefolytatni. Megpróbáljuk a külföldi partnereknek bemutatni azt, hogy mi mit is csinálunk itt. Elviszük őket az integrációs központunkba, ott lehetőséget adunk nekik, hogy támogatottjainkkal találkozzanak, velük beszélgessenek, illetve lesz egy ilyen munkacsoportos része is a konferenciának, vagyis hát pont a konferencia után ennek a partner találkozónak, amikor is ilyen tematikus csoportokba összeülünk, és így adott témára fókuszálva próbálunk tapasztalatokat megosztani, megoldásokat találni. Lesz arra lehetőség, hogy a háromnapos programsorozat alatt megszületett eredményeket olvashassuk, tehát hogy európai viszonylatban milyen megoldásokat találnak az országok a ukrajnai menekültek megsegítésére? Nyilván ez az egyik legfőbb cél, amikor a
Azt érdemes még hozzátenni ehhez, hogy ugye a mi menekültügyi tevékenységünknek a fő támogatója is a nemzetközi hálózatunkban résztvevő Caritas országokból jön. Az amerikai Caritas egy nagy támogatónk ebbe, és amikor elkezdtük szervezni ezt a programot, és közösen gondolkodtunk a külföldi partnereinkkel közösen, az volt az egyik legfontosabb cél, hogy azokat az eredményeket, amiket elértünk, azt be tudjuk mutatni. És azért nézzünk arra vissza, hogy ez a csapat, aki mögötte volt ennek az egész segítségnyújtásnak, ezt közösen értük el és közösen tettük. Tehát, hogy legyen egy ilyen megünneplése, ez most lehet, hogy nem hangzik jól ebbe a történetbe, de azért a kollégák fele szerintem nagyon fontos, hogy lássák azt az eredményt, amit elértek, és hogy ez a segítségnyújtásban fejeződik ki. És ennek kell egy nagy plénumot biztosítani ennek, szóval egyrészt erről is szó lesz, hogy akkor nyilván ezeket az eredményeket minden ország szintjén meg tudjuk osztani egymással, hogy ki mit ért el, milyen eredményeket tud felmutatni, másrészt pedig nézzünk egy kicsit a jövőbe is, aminek a lényege pedig az, hogy hogyan tudjuk hosszú távon fenntartani ezeket a programokat, amiket elindítottunk. Ami nagyon fontos, mert hogy ezekben az integrációs központokban, vagy ezekben a szolgáltatásokban nagyon tudás érett meg, és nagyon nagy tudás gyűlt össze ebbe a segítségnyújtás, amit nagyon fontos, hogy továbbra is összetartsunk, és vigyünk tovább a Caritason belül is. Akkor ezek szerint érdemes lesz figyelni a Katolikus Caritas web oldalát, ahol esetleg összefoglalókat és beszámolókat lehet majd olvasni a háromnapos programról. Igen. Hogyan hozzuk a magyar kultúrát közelebb a résztvevőkhöz? Mitől lesz magyar ez a nemzetközi partner találkozó? Ha jól tudom, már volt korábban is hasonló, például ősszel Varsóban, Lengyelországban. Mi magyarok hogyan tudjuk megfűszerezni a szakmai munkát? Egy picit lesznek programok a vendégek számára? Igen, ezt mindenképpen erre szerettünk volna hangsúlyt fektetni, mert azért mégiscsak itt vannak, lehet, hogy valaki először van itt Budapesten, és akkor szerettünk volna nekik valamit így bemutatni az itteni magyar dolgokból. Úgyhogy például van egy kolléganőnk az integrációs központban, aki opera énekes civilben, úgyhogy ő fog például magyar népdalokat énekelni nekik, magyar ételeket is szeretnénk nekik így megmutatni, például az országtortákból fognak kóstolót kapni, illetve a második nap végén, meg az első nap végén is tulajdonképpen kis ilyen városnézős programokkal készültünk nekik, hogy mégis csak itt vannak Budapesten, és akkor segítünk nekik megmutatni, hogy mennyire szép is ez. Nagyon jól hangzik. Imi, egy olyan kérdésem lenne, hogy amikor ilyen fiatal kolléganőre ilyen felelősségteljes feladatot osztasz, mint mondjuk a nemzetközi találkozó és konferencia megszervezése, akkor hogyan jutunk el ideáig az első állásinterjútól? Tehát amikor valaki jelentkezik a Caritashoz, akkor hogyan lehet kiszűrni, hogy ő arra az adott feladatra alkalmas lesz-e, beválik-e? Nagyon sok fiatal dolgozik nálatok. Igen. Igen, a kollégáknak a kiválasztása az egy elég nehéz feladat, de megéri a fáradtságot, mert ilyen kollégákat találhatunk, mint Kata is, és aki nálam dolgozik az integrációs központban. Ahogy már az előbb említettem, hogy három nagy tényező van, aminek jól kell összeállnia, az a szakmai személyiség, elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat. Szerintem ez a hármas, amit nagyon fontos nézni egy-egy kollégának a kiválasztása során, vagy az állásinterjú során, és nem kell mindennek tökéletesen összeállnia így elsőre, hanem azt kell látni, hogy akkor mi az, ami fejleszthető, és hogy a fejlesztés kapcsán van egy nyitottság a munkatársban arra, hogy abba fejlődni szeretne. És Katánál ez azt mondom, hogy tökéletesen összeállt, és nagyon örülünk, hogy a csapatnak a tagja és részese. És nem csak Katán, hanem még, ahogy említettem, nagyon sok fiatal munkatárs dolgozik az integrációs központban, és a Caritason belül is.
mindegyiküknél szerintem ez a hármas nagyon jól összeáll, és mi nekünk pedig az a felelősségünk szervezetként, hogy odaálljunk melléjük, és segítsük őket még jobban kibontakozni, és még jobban fejlődni egyes területeiken. Kata, hogyan alakult az, hogy egészen fiatalon segítő munkát választottál magadnak? Ha jól tudom, arab szakos voltál. Mi motivált a segítő szakmák irányába? Mi vitt? Valahol picit úgy érzem, hogy mindig is erre voltam így hivatva, csak picit így kerülő úton jutottam el ide. Ugyanis igen, ahogy mondtad, én keleti nyelvek és kultúrák szögletes zárója arab szakon végeztem el az alapdiplomámat, és így visszagondolva valószínűleg nagyon az motivált erre, vagy az keltette fel az érdeklődésemet ebben az irányba, hogy én ugye középiskolás voltam, amikor a közel-keleti menekült válság lezajlott, és ott valahogy így tudatosult bennem, hogy nem tudok eleget ezekről a témákról, valahogy segítettem volna, de nem tudtam pontosan, hogy. És akkor így elkezdtem érdeklődni az egész közel-keleti kultúra és mindenféle viszonyok iránt. És aztán elvégeztem ezt a diplomát, kint is tanultam Jordániában egy évet, és pont a jordániai tanulmányaim alatt így gondolkodtam, és rájöttem, hogy igazából ez az én utam, és visszagondolva nagyon vicces, hogy tényleg tettem egy kört, de visszajutottam ide, és hát már el is kezdtem átképezni magam, most humanitárius segítségnyújtást tanulok mesterképzésben, és úgy érzem most, hogy itt a helyemen vagyok, úgyhogy megérkeztem. Ezt örömmel hallom. És Imi, a te esetedben mi volt a motiváció, hogy a segítő szakmát épp a Caritasnál végezd? Hogy alakult ez a pályafutásod során? Hát én most már idestovább most így, amiért jöttem, elkezdtem számolni, hogy most már 18 éve dolgozom így a szociális ellátás segítségnyújtás területén. Sokféle munkahelyen volt, de itt a Katolikus Caritasnál érzem azt, hogy ezt közösségben végzem. Sok helyen mondtuk azt, más előző munkahelyeimen, hogy hú, igen, mi közösséget alkotunk és közösségben vagyunk, de nem éreztem. És itt pedig érzem. Tehát, hogyha itt belépek, akkor azt tudom, hogy biztonságos közegben vagyok, mert csapatként mozdulunk és közösségként mozdulunk, tehát, hogyha segítséget is nyújtunk, és valaki éppen valamit nem tud, vagy valahogy nem tud úgy beleállni, akkor már ott vagyunk hárman, négyen, öten, és segítünk egymásnak. Ezt érzem itt a Caritasnál nagyon nagy erővel és érzéssel, hogy ez a közösség ez így összeállt, és ebbe így részese vagyok, és benne vagyok. Hogy kerültem a Katolikus Caritashoz, annak egy ilyen személyes története van. Én ugye más területen dolgoztam, de a Vörösiszap katasztrófában találkoztam Gábor atyával és Zagyvari Hárddal, ugye aki az igazgató és igazgatóhelyettese a Katolikus Caritasnak, és ott ismerkedtünk meg, és onnan elkezdődött egy személyes történet, és hát ugye itt kötöttem ki, és most itt vagyok a Katolikus Caritasnak a közösségében, ami egy nagyon jó érzés. Volt vallásos indítatásod? Fontos volt az, hogy a Katolikus Caritas egy katolikus segélyszervezet? Nyilván ez nagyon fontos volt, magam is katolikus vagyok, gyakorló katolikus, családom is az, tehát hogy nyilván ezt így hozta magával az ember, de ebbe talán a legjobb azt kiemelni, amikor belépünk a Katolikus Caritas bejáratánál, akkor a falra az van írva, hogy Krisztus szeretete sürget minket. És szerintem ez a mondat, ebbe a mondatban nagyon sok minden benne van. De amit én leginkább ebbe bele érzek, az a fajta krisztusi elfogadás, amit nekünk szociális szakemberként és segítségnyújtó szakemberként is vinnünk el tovább. Az a fajta feltétel nélküli elfogadás, ahogy hozzáállunk azokhoz az emberekhez, akik hozzánk segítséget jönnek kérni. És ebben az feltétel nélküli elfogadásban az is benne van, hogy elfogadom azt, hogy éppen ő most nem tette meg azt, amit rekértem, vagy ő megbotlott,
tudom annak az okát, hogy ő miért botlott meg. És ez a fajta feltétel nélküli elfogadáshoz egyfajta tudatosságot is, hogy segítőként jobban tudok belelépni egyes helyzetekbe. És amikor belépek a Caritasnak az ajtaján, akkor ez a Krisztus szeretete sürget minket üzenet, ez ott van, és ez adja az egésznek a gerincét. Hoztál nekünk egy számodra szimbolikus jelentőséggel bíró képet. Megmutathatom a nézőknek? Igen. Igen. Köszönöm. Elmondod, hogy ez hogyan fejezi ki az eszenciáját tulajdonképpen mindannak, amit így részben már említettél most? Hát, hogyha erre most így ránéznek a nézők, egy krisztusi ábrázolást látnak, de ennek hozzátartozik a történetéhez az, hogy ez a kép egészen Vietnámból jött idáig. Volt szerencsém Saigon mellett egy olyan segítségnyújtással foglalkozó szervezetnél látogatást tenni, ahol olyan rászorulók dolgoznak, akik a vietnámi háború során az Agent Orange nevezetű vegyszer miatt valamilyen fogyatékossággal élnek. Ez egy olyan vegyi fegyver volt, csak elmondani a nézőknek, hogy ez egy olyan vegyi fegyver volt, amivel gyakorlatilag az amerikaiak permetezték az őserdőket, hogy a lehulló falevelek után lássák a csapatmozgásokat a dzsungelekben. Csak ugye ennek nagyon óriási nagy egészségügyi hatásai voltak, nagyon sok ember belerokkant ennek a vegyi anyagnak az utóhatásába. És ennél a szervezetnél művészeti tevékenységgel foglalkoztatják ott a rászorulókat, és ezeket a képeket készítik. Ami kép úgy készült, hogy a kagylónak a nagyon összetört kis belsejéből ragaszgatták össze ezt a Krisztus képet, és polírozták, és alakult ki ez a gyönyörű szép műalkotás. És hát ugye ezt amikor ott láttam, ez úgy megszólított, de nem vettem meg a képet. És miután hazaértünk, a feleségem ott állt a születésnapomon, de nekem valahogy ennek az egésznek az eszenciája az ez. A segítségnyújtás, a művészet és a vallás és az egyháznak a teljes összeállása, és a számomra ez egy nagyon fontos kép, ez mindig ott van a könyves polcunkon, és hogyha ránézek, akkor megerősít mindebbe. Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, és azt is köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek, és beszélgethettünk a munkátokról. További sok sikert kívánok, és nagyon izgalmas partner találkozót a jövő köszönöm hétre. A versenyhez február 2-án pedig szurkolunk. Döntő lesz. Figyelni fogjuk és követjük. Köszönjük szépen! Köszönjük!